Újra megnyílt a Grund kedden este. A nemrég zárult kortárs művészeti fesztivált követően a Pál utcai fiúkkal folytatódik a Kvártéház 16. évada. A tavalyi bemutatóhoz képest két új szereplőt láthat a közönség. A Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán Dés László, Geszti Péter és Grácsó Krisztián nevével fémjelzett zenés játék nagy sikert aratott az elmúlt nyáron Zalaegerszegen. A darab felújító próbáját hétfőn este tartották a több száz éves belvárosi falak között. A Kaposvári Egyetem színész hallgatói örömmel tértek vissza ide, köztük a nemecseket megszemélyesítő Szentgyörgyi Dániel is. Mint mondja, pályáján ez fontos állomás, és szeret ezzel a csapattal dolgozni. Én nagyon szerettem, mert tényleg egy nagyon fiatalos és lendületes előadás készült itt szerintem, és azért szerintem látszódik az előadáson, hogy mi sokan nagyon régről ismerjük most már egymást, nagyon sokat dolgoztunk együtt, és hát a többiekkel is gyorsan megtaláltuk a közös hangot, és tényleg kialakult egy erős mag, egy csapat. A Kvártéház nézőtere tavaly minden este megtelt. Az eladott jegyek arról árulkodnak, hogy ez idén sem lesz másként. A 2022-es színrevitel azonban kicsit más, mint a korábbi. Két új szereplőnk van, egyrészt a Gerébet játszó srác nem ér rá, őt az Áron helyettesíti, és a Szebenics helyett pedig Cserici állt be. De amúgy minden ugyanolyan. Csak hát a felújító próbák alatt mindig bekerülnek újabb elemek, meg az ember, ahogy fejti a történetet, néha azért rájön arra, hogy mit rontott el, vagy mi volt hibás az előző évben. A Pál utcai fiúk története július 21-ig tekinthető meg. Július 29-től pedig a meseautó várja a közönséget. Rottában